Nekem nagy kedvencem tőled a Klaus az amerikai faterból. Uh-huh. Hozzád mennyire áll közel ez a rajzfilm sorozat és maga a figura? Én nagyon szeretem ezek az idegen akcentusokat használni, ez kifejezetten játékos dolog, és ezért élveztem ezt is, hogy ezt a kicsit németes akcentust használhattam, ja, halacska, gut, schön, szóval nagyon szerettem ezt a kis figurát, és nagyon jó kis beszólásai voltak, nagyon kis éles, kellemes, a kis halas bödönnyéből mindig kiugrált és mondott egy-két okos szót, úgyhogy nagyon szerettem. Nehéz ezt az akcentust hozni szinkronban? Hát nem tudom, talán nekem volt nyelvérzékem mindig, és én az iskolai tanulmányaim alatt is ugye rengeteget hülyeskedtem angol nyelven, meg orosz nyelven, úgyhogy a tanárok nem engedtek soha felelnem, mert mindig nagy röhögés lett belőle, úgyhogy én nagyon szerettem a nyelveket utánozni, és egy kicsit talán karikírozni, és úgyhogy... Tehát volt mindig bennem egy hülyeskedős hajlam, és én nagyon szerettem ezért a nyelveket. Well, thank you. És akkor mindig ökörködtünk ezeken a nyelveken. Tehát én szeretem, én meghalom azonnal ezeket a lehetőségeket a karakterben, és szeretem is csinálni. Volt még régen a Balog Mixben, nagyon sokáig csináltad a Szeretünk Raymond című sorozatot. Arról a szitkomról neked mi a véleményed? Mennyire sikerült megszeretned a forgatás során? Na, azt nagyon szerettem. Ez egy igazi családregény volt. Ja, Szeretünk Raymond. Tulajdonképpen a papáról, mamáról, gyerekekről, nagypapa, nagymama, és azon belül milyen sztorik vannak, hogy ami általában egy családban is létrejön, ugye, hogy mennyire szereti az anyóst, az apóst, hogy milyen beszólások vannak. Tehát ez, ha valaki már úgy egy családban létezik, van felesége, gyereke, apósa, anyós, akkor ezek a szituációk nap mint nap megtörténnek az életében is. Tehát talán ezért volt érdekes, és ezért szerette a néző is nagyon, mert tulajdonképpen betekintés volt az ő életébe. Volt még a Madagaszkár, amiben ugye te énekelted a már slágerré vált Viszárom, igen, című dalt. Hogyan zajlik egy ilyen éneknek a szinkronizálása, a felvétele? Tulajdonképpen ugyanúgy, mint a szinkron, tehát megkapod az anyagot, kottát, szöveget, ezt otthon az anyaggal, képanyaggal együtt, és akkor rágyakorlod. És akkor már stúdióban már csak vesszük, tulajdonképpen soronként, mert nagyon pontosan kérik, akkor sok minden nem kell javítani, hogy például a repszöveg nem volt egész pontosan ugye ráírva a kottára, ott változtatgatni kellett. Szóval nagyon 2-3 óra volt annak a felvétele legalább, a zenei felvétele. De azt is nagyon szerettük, egy jó kis munka volt. És gondoltad volna, hogy ekkora sláger lesz ebből a dalból? Nem, de én nem is tudtam, tulajdonképpen az egészben azóta nem is tudtam, hogy ez egy főcímdal volt, hanem benne a kis részekből gondoltam, hogy a felé fog tendálni a dolog, aztán kiderült, hogy ez egy főcímdal, amit aztán az emberek ennyire megszerettek. De nem, ma örülök neki. Minden siker egy apró kis kövecske az ember életében. Kis gyémánt. A Helylakóban te voltál a legöregebb halhatatlan Metosz. Tehát egy kultuszfilmnek a sorozat változatában, illetve a film egyik folytatásában is szinkronizáltál. Mennyire szereted így magát ezt a Helylakó kultuszt? Nekem ezzel nem szokott problémám lenni. Én a filmet, mint műfajt szeretem, úgyhogy ha jó film, ha rossz film, én szeretem. A Helylakó tulajdonképpen egy kicsit spirituális téma is ezzel a gondolatmenetével, ugye az örökké tartó élettel tulajdonképpen, ami végigível történelmeken keresztül, és újabb történelmi pillanatokat láthatunk Metosz szemén keresztül, és ezeken a halhatatlanokon keresztül tulajdonképpen. Egy mese, tulajdonképpen egy mese. Mese a fiataloknak, idősebbeknek, tehát bárki megnézhet, igaz, ilyen családdarab volt, család sorozat. Szinkronizáltál még animékben is. Ezek kapcsán én kettőt emelnék ki, mert mind a kettőben egy mókás karaktert kaptál. Az egyik a Bleach című volt, a másik pedig a Soul Eater, ahol egy halálisten mestert alakítottál. Mi a véleményed erről a világról, tehát így az animék világáról? Én sokkal kellemesebb rajzfilm világban nőttem föl, nekem ezek egy kicsit kemények, nekem egy kicsit erőszakosak ezek az animék. Én annyira
nem vagyok oda ezért a világért. Egy elég sok stressz és egyéb tanulási stressz és egyéb dolgok érik a fiatalokat, úgyhogy még tulajdonképpen kikapcsolódás alatt is elég kemény világgal találkoznak. Szerintem nekem egy kicsit sok. Én jobban szerettem a mesésebb, kellemesebb orosz rajzfilmeket, bolgár rajzfilmeket. Szóval nagyon, nagyon jó rajzfilmvilág volt a mi időnkben. A magyar rajzfilmek is sokkal kellemesebbek, szeretetteljesebb rajzfilmek voltak. Nekem ez a világ egy kicsit idegen. És a közelmúltban volt esetleg olyan szerep, ami emlékezetes maradt számodra? Hát tulajdonképpen én az Ezelt nagyon szerettem, ez egy török sorozat volt. És az, abban például kifejezetten szerettem a karakteremet, ez az Alit játszottam én, az új levágós Alit. És már csak azért is, mert a török filmvilág nagyon meglepett engem, hogy mennyire elől vannak, mennyire jó sorozatokat írnak, milyen jó a dramaturgiája. Jó a képi világa, a zenei világuk, szóval félelmetesen jó filmipart ismertem meg most bennük, és nagyon, nagyon jó színészek, annak ellenére, hogy nagyon kevés a végzett színész köztük. Mondjuk az enyém a végzett színész volt, az Ali, akit játszott. És ha olyan nyelven kell, olyan nyelvről kell szinkronizálnod, amiről ritkában szoktatok, legyen az japán, török, ez nehezíti a munkádat? Hogyne, hiszen az angol nyelvet már szinte úgy tudjuk, hogy szinte fordít az ember azonnal, tudja, hogy hol tart. Egy japán filmnél, vagy egy spanyol filmnél, vagy egy koreai filmnél nem tudod igazából, csak a tempójára tudsz hagyatkozni, ahogy beszél, de hát van, amikor az olaszok és spanyolok is olyan hihetetlen tempóval beszél, és mégis lassúbbra van írva mondjuk a szöveg, akkor nehéz a dolgunk, hogy pontosan tartsuk ugye a hosszokat egyáltalán. A nem egyszerű, igen, idegen nyelv, minden más nyelvvel nehezebb a dolgunk. Főleg mondjuk egy hangalámondásnál, ahol tudom ki, van 30-40 mondat egymás után, ott nagyjából, hogy hol tartasz a filmben, az nagyon fontos, hogy szövegben körülbelül hol tartasz, hogy a magyar pont rá tud tenni a szövegre. És ha egy olyasmi nyelv van, amit nem tudod hova kötni, nem hallasz benne olyan szavakat, aminél tudod, hogy hol jársz, akkor nehezebb a dolgod. Akkor időt szoktam nézni, hogy 30 másodperc, és akkor körülbelül ennyi idő alatt el kell mondanom ezt a szöveget. Tehát ott más a taktika. Kívánok neked további sikereket a munkához, és köszönöm, hogy válaszoltál a kérdéseimre. Én köszönöm szépen. Szia!